Új lakókra vár 9 kerületi lakás. Már pályázhatók a felújítási kötelezettséggel járó bérlakások. Szűk másfél hónapot bírt rongálás nélkül. Rendőrségi ügylet a pihenőparki randalírozásból. Köszöntöm Önöket, megkérdezzük a polgármestert című műsorunkat látják. A vendégünk a 15. kerület polgármestere Cserdini Német Angéla. Köszöntöm a stúdióban, polgármester asszony. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket és a kedves nézőket is. Több lakáspályázata is van az önkormányzatnak, a legfrissebb, talán az egyik legnépszerűbb, amikor is lakásfelújítási kötelezettséggel lehet beköltözni önkormányzati bérlakásba. Mitől olyan népszerű ez a lakáspályázat, hogy ha jól tudom, éveken keresztül, amióta ez a lakáspályázati lehetőség van, többszörös a túljelentkezés? Ugye azt kell tudni a lakáspályázatokról, hogy 3 kategóriában írtuk ki eddig a lakáspályázatokat, volt a szociális lakbért fizetendők, a költségelvű lakbért, illetve a piaci lakbért fizetők körére kiírt pályázat. Most ez annyival bővült, hogy az új lakásrendeletünk szerint a piaci lakbérekben van piaci 1, illetve piaci 2 lakbér. A mostani kiírt lakáspályázat ez a piaci 1-es lakbérekre szól. Ez azt jelenti, hogy jövedelem kategóriánként határozzuk meg, hogy kik vehetnek részt ezen a pályázaton. Ezen a piaci 1-es lakáspályázaton az vehet részt, akinek a egyfőre eső jövedelme, hogyha családban él, akkor minimum 200 ezer forint és maximum 280 ezer forint, illetve hogyha egyedülálló, akkor 250 ezer és 380 ezer forintos a nettó jövedelme, amit kap egy hónapban. Ő indulhat ezen a pályázaton. Ez most országos pályázat, tehát bárki pályázhat az ország különböző területéről. Nem kerületi lakcímhez kötött ez a pályázat. 9 lakásra sikerült kiírnunk pályázatot. Ugye azt is tudni kell, hogy úgy tudunk kiírni lakáspályázatokat, hogyha folyamatosan üresednek a lakások. Egyrészt azért, mert ugye meghal a bérlő, és nincsen, aki jogviszonyt folytasson, tehát így ürül meg egy lakás adott esetben, vagy valaki elköltözik és leadja a lakást, ennek függvényében tudjuk folyamatosan kiírni a lakáspályázatokat. És igen, most már azért az utóbbi években felújítási kötelezettséggel írtuk ki ezeket a lakáspályázatokat. Egyrészt az önkormányzatnak nincs feltétlenül arra annyi forrása, amennyit szeretnénk amúgy, hogy legyen önkormányzati lakásra, de így egy kicsit arra ösztönözzük a bérlőket, hogy a saját szájuk íze szerint, vagy komfortfokozatuk szerint újítsák fel ezeket a lakásokat, és valóban mindegyik pályázatunk nagyon nagy népszerűségnek örvend. Hát egyrészt azért, mert ugye állami bérlakás programunk nincsen, mármint országos szinten nincs ilyen, nem építenek bérlakásokat, ingatlant vásárolni pedig horroráról lehet az elmúlt, nem tudom én, 10x évben folyamatosan, arra pedig nincsen lehetősége senkire, vagy nagyon keveseknek van lehetősége, hogy magántulajdont vásároljanak. Mit jelent ez a felújítási kötelezettség? Milyen állapotban vannak ezek a lakások? Hát attól függ, hogy hogy adja le a bérlő. Ugye, amit most kiírtunk 9 lakást, ők zömében másfél szobás újpalotai panel lakások. Ők viszonylag azt mondom, hogy jobb állapotban vannak, mint egy mondjuk egy régi építésű házban, akár Rákospalotán, akár Pestújhelyen. Amit a Palota Holding, mint vagyonkezelő elvégez, azok az árammal kapcsolatos bekötések, tehát hogy legyen világítás, és majd akkor egyébként a bérlő, amikor felújítja a lakást, akkor a konnektort oda teszi, ahova szeretné, tehát azt így nem kötjük meg. De ezek a minimális felújítások, amit a Palota Holding végez rajta. Tehát nyilván nem beköltözhető, ezért is van egy fél éve annak, aki elnyeri ezen a lakáspályázaton a lakásbérleti jogviszony, egy fél éve van arra, hogy felújítsa ezeket a lakásokat. De akkor bizonyos tartalékkal rendelkeznie kell a leendő bérlőnek, igaz? Tehát azért ezek nem feltétlenül olcsó beruházások. Hát ezt mindenki majd maga eldönti, hogy hogy tudja megcsinálni kalákába a családdal, tehát mi azt nem kérjük, hogy neki honnan van erre pénze, hogy ezt most ő neki tényleg, kőműves a sógora, vagy nem tudom én, vízvezetékszerelő az unokája. Tehát nem nézzük, hogy honnan újítja föl. Az a lényeg, hogy ami szükséges mondjuk a különböző szolgáltatóknál meglegyen a szabályos bekötés mondjuk a vízhez, vagy az áramhoz, de azt ugye megcsinálja a Palota Holding, és az, hogy ő milyen csempét vesz, hogy a legdrágábbat, vagy a legolcsóbbat, vagy mondjuk adott esetben a fürdőszobában a szanitereket miből veszi, vagy hogy veszi, az minket ebből a szempontból nem érdekel. Az a lényeg, hogy ő ezt rendeltetésszerűen tudja majd használni, és hát nyilván ő lakik benne, tehát saját magának újítja fel ezt a lakást. Mennyi időre újítja fel magának a lakást? Mennyi ideig lehet bérlő? Fél év ugye a felújítási időszak, és 5 évig lehet bérlő, az a biztos, első körben 5 évig. Ha
teljesítette a felújítási kötelezettséget, és természetesen, hogyha nincsen vele semmilyen gond, és nem érkezik panasz, mint lakásbérlőre, és folyamatosan fizet, és nincsen tartozás a lakbérben sem közüzemben, akkor folytatható ez a jogviszony. Egyébként még azt kell tudni, és minden lakáspályázatunkat így írunk ki, hogy amit ő most megpályázik, 5 éven belül nem pályázhat nagyobb lakásra. Tehát most azért beszélünk egy-egy szobás, másfél szobás lakásokról, egy-egy szobás van benne, és az összes többi másfél szobás. Ő 5 éven belül nem pályázhat arra, hogy ő nagyobb lakásba szeretne költözni, de ez minden pályázatunknál, minden kategóriánál így van, hiszen ő ezt tudja, ezt vállalja. Adott esetben mondjuk, ha bővül a család, akkor nyilván szűkös lesz mondjuk a másfél szoba, teszem azt mondjuk 3 gyerekkel, de amikor ezt megpályázta ezt a lakást, akkor őnek ezt fel kell mérnie, úgy gondolom, hogy mekkora lakásba vállal több gyereket. Mi a tapasztalat, milyen gyorsan kelnek majd el ezek a lakások? Ugye közel 1 hónap az a pályázati határidő, amíg be kell adniuk, és nincs hiánypotlás, ezt így zárójelbe jegyzem meg, tehát egyszerre kell az egész csomagot beadniuk. Viszonylag gyorsan beérkezik 1 hónapon belül, de azért az a tapasztalat, hogy az utolsó héten érkeznek be nagyon sok pályázat, leadható az ügyfélszolgálaton is és postai úton is. Be lehet adni ezeket a lakáspályázatokat, de nagyon sok az érdeklődő, és egyébként még azt hozzáteszem, hogy megtekinthetők ezek a lakások most jelen állapotában. Senkit ne riasszon el, mert hát ugye, ahogy említettem, saját magának újítja föl, tehát ha ő lát benne a fantáziát, akkor szerintem meg tudja pályázni ezeket a lakásokat, és el szoktak menni ezek a lakások a piaci lakáspályázaton, tehát elkelnek, és nagy keletje van, és tényleg többszörös a túljelentkezés egy-egy lakásra. Tehát akkor ezeket előre meg lehet tekinteni, mielőtt pályázna valaki? Természetesen meg lehet tekinteni, nem kell előre bejelentkezni, minden lakásnál ott vannak a megtekintési időpontok a pályázati csomagban, ott a Palota Holding, a vagyonkezelőnek a munkatársa várja a meghatározott időben a leendő bérlőket vagy érdeklődőket, és akkor meg tudják nézni, hogy mire számíthatnak. És hát ha akinek mondjuk ilyen kicsit műszaki vénája van, vagy műszaki szeme van, az lehet, hogy már látja azt, hogy mennyibe fog kerülni. Egyébként valószínűleg nem olcsóak a felújítások, hát ez nem tőlünk függ. Mondom, egyrészt, ahogy említettem, hogy adja le az előző bérlő, vagy hogy tudjuk átvenni ezt a lakást. Másrészt azért az építőipari árak, hát hogy is mondjam, csak az egekben vannak, ezt azért látnunk kell. De úgy gondolom, hogy amíg őnek 5 évig, minimum 5 évig biztosítva van a lakhatása, én szerintem megéri ezt az önkormányzati lakást megpályáznia, illetve a bérleti jogot elnyerni. Igen, minden bizonnyal. És pontrendszer alapján dönt benne a bizottság, tehát nincs az, hogy akkor most valaki tetszik vagy nem tetszik. A pontrendszer is nyilvános, tehát ő ki tudja magának számolni, hogy ő hány pontot fog elérni. Az, hogy egyébként mondjuk, ha elért 15 pontot, és csak mondtam egy számot, azzal ő nyer vagy nem nyer, azt mi nem tudjuk megmondani, ráadásul nem is én döntök, hanem a bizottság dönt benne. Nem tudjuk megmondani, mert nem tudjuk, hogy a többiek milyen kondíciókkal pályáznak. Ennek a lakáspályázatnak az egyik kulcsszava a felújítás, és ha már ez a felújítás, mint kifejezés előkerült, akkor azt hiszem, hogy beszélnünk kellene a Bocskai utca 22 szám alatti telekről, ami ugye éveken át üresen állt, majd az önkormányzat most augusztusban átadott ott egy rekreációs vagy pihenő parkot, aminek, hát nem is tudom, szűk 2 hónap telt el azóta, talán annyi sem, és már most problémák vannak, pontosabban nem is a telekkel és a parkkal van probléma, hanem valakik ott rongáltak, ugye? Jól hallottam? Igen, jól hallott a szerkesztő úr, sajnos. Én azt mondtam, hogy ez a Bocskai utca 22 szám alatti rekreációs park egy kis gyöngyszem lehet itt Rákospalotán, és így is gondoltam, amikor átadtuk ezt a parkot a közönségnek, és valóban nem telt el 2 hónap, és megrongálták a napvitorlát, megrongálták az ott lévő asztalt, illetve padot. Úgyhogy nagyon szomorúak vagyunk, és én ezt Facebook posztban meg is éreztem, hogy egyrészt dühös vagyok, másrészt meg nagyon szomorú vagyok, hogy idáig jutottunk. Egy zárható parkról van szó, tehát nem tudom, hogy került be oda, aki megrongálta ezt a parkot, és sajnos nem ez az egyetlen park és játszótér, amit megrongáltak az elmúlt napokban. A Csalinga játszótéren ugyanez a napvitorlát elvágták konkrétan, tehát nem az, hogy a szél leszaggat, nem volt ekkora szél, 2 azért így viszonylag ritkán jár a szél késsel, hogy akkor így egy vágást tegyen rajta. De nem akarom elviccelni, szóval nagyon szomorúak vagyunk, hogy tényleg felújít az önkormányzat nem kevés pénzért különböző játszótereket, vagy adott esetben mondjuk pihenőparkot alakít ki. És akkor valaki jön, és úgy gondolja, hogy akkor ezt így szétbarmolja, nem tudok szebb szót használni rá. Itt szeretném jelezni, hogy megtettük a szükséges lépéseket az önkormányzat nevében,
a rongálókkal szemben, illetve hát természetesen ez azt jelenti, hogy akkor feljelentettük őket a rendőrségen, és nagyon remélem, hogy megtalálják azokat, akik ezt művelték. Ilyenkor szoktam mondani, hogy nem tudom, hogy mennyire éri meg, de hát nyilván azok vannak többségben, akik szeretik azt, hogy egy szép környezetben mondjuk tudnak a gyerekek homokozni, vagy adott esetben ott ugye óriás sakkbábuk vannak, tehát sakkozni, vagy pingpongozni. Szóval én azt nem gondolom, hogy azért őket kéne büntetni, akik egyébként rendeltetésszerűen használják ezeket a játszótereket, vagy ezeket a pihenőparkokat. De beszélhetnék itt bármilyen más padról is egyébként, akár Újpalotán, vagy Pestújhelyen, vagy bárhol. Tehát olyan nincsen, hogy egy hónap alatt valamit ne kelljen kicserélni, föltépik a padnak a deszkáit, szóval valami elképesztő, hogy mennyi ötlettel bírnak előállni a vandálok. Szomorúak vagyunk, mert ez nagyon sok pénzbe kerül az önkormányzatnak, és nyilván az önkormányzatnak az adófizetők pénzéből van erre lehetősége. Forintosítható akár? Hát én most nem szeretnék itt becsülni, de akár mondjuk 50 ezertől, akár az 500 ezer forintig is terjedhet ez a kár, ezt majd a rendőrség meg fogja állapítani, hogy mekkora a kár, illetve hát tudjuk a bekerülési költségeket, és hát ez alapján gondolom én, hogy majd megkérdeznek minket, hogy mekkora ez a kár. De én úgy gondolom, hogy akár egy padnak, a pad lécének a felszakítása is nyilván forintosítható, mert hát ugye ingyen nem rajzolunk oda, nem tudom én, padlécet, de sok, tehát sok pénzbe kerül. Bíztatott valamivel a rendőrség? Tudott valamit mondani, hogy mire lehet számítani? Nem bíztatott semmivel minket. Ugye mindenki mondja, hogy kamerát szereljünk mindenhova. Értem, meg tudom érteni, hogy kamerát szereljünk mindenhova. 90 kamera működik a kerületben egyébként, a kerület különböző pontján. Most már lassan ott tartunk sajnos, hogy képtelenség ez folyamatosan nézni mind a 90 kamerát. Az persze más kérdés, hogyha történik valami, akkor adott esetben vissza tudjuk nézni, és nem én, hanem a szervek vissza tudják nézni azt, hogy ki járt arra felé, vagy azon a területen, de az sem, szerintem az sem megoldás amúgy, hogy mondjuk 2 méterenként kamerát szerelünk. Én egy picit arra kérek mindenkit, aki itt lakik a környéken, és szereti a rendet, és szeret rendben, tisztaságban, normál körülmények közt élni, hogyha lát valami rongálást, vagy akár azt látja, hogy eldobja valaki a papír zsebkendőt az úton, akkor bátran szóljon. Lehet, hogy aztán, nem tudom én, kap hideget, meleget, mert volt már olyan, hogy én is kaptam azért, hogy igen, tudják, hogy nem lehet a közterületen italt fogyasztani, de milyen jó ez a friss sör. Az átadó óta többször is láttam ott kisgyerekes családokat is, és egyedülállókat is, hogy élvezték a park kínálta lehetőségeket. Úgy tűnik valakinek ez mégsem tetszett. Hogy a rendőrség mit fog erre lépni, még nem tudjuk tehát, de hamarosan, ha minden jól megy, akkor újra használható lesz mondjuk így teljes fényében az a park. Polgármester asszony, köszönöm szépen, hogy eljött a stúdióba. Én köszönöm a meghívást. Önöknek is köszönöm, hogy minket választottak. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra.